Erről szól ez az egész. Hát, nem tudom, nem tudom. Most nem is olvastam, hogy miket írtak, csak pont oda néztem, és ezt láttam, de mondom, jól van. Hát ki az, aki azt tudja ebből levonni, hogy én, mint férfi akartam a Renivel bármit is. Mi barátok voltunk, tehát engem nem érdekel, hogy neki ki a palia, meg minden, nyilván elfogadom, akit ő választ. Kit érdekel, hogy ki a csávója? Itt nem ezen van a hangsúly. Itt azon van a hangsúly, hogy konkrétan nagyon régóta a Renivel semmilyen kapcsolatunk nincs, és konkrétan most egy vicces kép miatt, amit egy csoportban láttam, azt reposztoltam, viszont megosztottam, és rám írta Reni, hogy ez undorító tett volt, és hogy innentől kezdve neki ilyen barát nem kell, és letiltott. Úgyhogy nem tudtam rá. Tisztán látsz. Most tudom amúgy, hogy fáj a fájó igazság, mindig fáj az embernek, de még mindig jobb, mint a sötétben tapogatózni, mert ki tudja, meddig húzódott, halasztott volna ez az állapot. Így legalább a Reni pontot rakott a végére. De őszintén ez mióta megy köztetek, vagy mióta nem beszéltek úgy, vagy ezt nem is értem. Mi nem vesztünk össze soha, csak eltávolodtunk, ennyi. És mennyi időnként beszéltetek, mielőtt megtörtént volna ez a dolog? Hát mondom, volt egy hónapokig, nem? Egy hónap, két hónap. Írtam neki, akkor hetek múlva válaszolt esetleg. Jó, nem mindig, nem azt mondom, hogy mindig, de volt ilyenre is példa. Amúgy meg hagyjuk már ezt, hogy én elmondtam most az ő titkát. Gyerekek lefotózták egy strandon, meg társai. Nem első ilyen eset, amikor ez... Most ne haragudjatok, most ez miért titok? Hát ez szerintem nem titok. Az, hogy ő nem akarta elmondani a nagy nyilvánosság előtt. De ha képet felrak, akkor előbb-utóbb úgy is kiderül, meg az emberek nem hülyék. Amúgy, amit rakott ki képet, azon is látszik, a strandon, mikor lefotózták, akkor is ezen csámcsolt. Nem is kérdezték egyébként, de hát én mondtam nekik, hogy én semmilyen formátumban nem beszélek a Renivel, hiszen mi párbajon beszéltünk utoljára, meg amikor vége lett, és ennyi. Szóval én tőlem hiába kérdezték, én is sejtettem valamit, de mondom, én ebben nem folyok bele. Hát nem tudom. Nem tudom, tényleg. Jó, megértem, neked biztos, hogy nagyon szavérzéssel. Én tényleg nagyon meg tudom ezt érteni. Én is szenvedtem ebben a helyzetben, csak a játékban, úgyhogy én megértem abszolút. Ja, na mindjárt olvasok egy pár kommentet. Na hát, köszönöm, Zsú, hogy így bejöttél, és ezt így megdumáltuk, meg minden. Ja, nincs mit amúgy. Nagyon, amúgy, de szeretem. Mindig ez az amúgy, ezt úgy imádtam, amikor mondod. Na, köszönöm szépen, Zsú. Na jó, oké. Szia, puszi. Puszi, vigyázz magadra, beszélünk. Oké, szia. Szia. Na, akkor nézzük, hogy miket írtatok azóta. Szakítottatok. Ez olyan hülye. Hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni? Szakítottunk. Úristen, jó sokat írtatok, basszus. Jaj, ezeket láttam. Jó, oké. Meddig vagyok karanténban, csütörtökig egyébként. Kariét láttam, hogy ő is látta, hogy mi volt jó. Én is tudom, mi volt. Igen. Jó. Ja, itt tartottam, hogy jól áll egy mikrodermál. Hát az nem lesz. Szia, Greg, de régen láttalak. Szerintem korrektebb lenne vele tiszta. Ja, ezt is mondtam. Oké. Aj, baszki. Greg, akkor is te vagy a legjobb fel a fejjel. Köszönöm szépen.
Valaki azt hitte, plusz, aki terhes, legalább addig tegye le a cigit. Most erre nem tudok mit mondani. Nem tudom, hogy cigizik, nem cigizik. Ezt akkor lett volna esetleg sértő, ha Greg maga készítette volna azt a képet, azt a vicces képet. Hát igen, szerintem is én is ezt mondom. Mert hát érzette, hogy nem így kellett volna, picit meggondolatlan volt. Hát én azt mondom, hogy lehet, hogy részemről is, de az biztos, hogy azt nem bánom, ahogy akkor reagáltam. Most így utólag azt mondom, hogy mikor nyugszik le az ember, de a lényege nem változtat. Tehát lehet, hogy nem kellett volna kiposztolnom, de neki meg nem kellett volna így reagálni. Zsuzsúról is csinálnak. De ezt mondom, hogy mindenkiről csinálnak. Az elég szomorú, hogy ez nem igaz, hogy nem tudták, egyébként hagyjuk, majd nem tudták, a csoportokban is erről izéltek, beszéltek, akkor lefotózták titokba. VV10-et várod, már fogod nézni? Aha. Nem érgelődj. Hát nehéz. Egy kép miatt ekkora hisztit csinálnia enged, de hát ez az, nem értem, hogy miért kell ekkora hisztit csinálni belőle, de hát mindegy. Na, Zsuzsuról ne írjatok már ilyeneket, jó? Mi van, babám, kitiltott le? Ja, Ramira írja nekem ezt. Hát a VV-reni. A Dékány Alexandra, az a baj, Greg, hogy az undorító emberek megint keverni fogják a szart. Hát, ettől jobban már nem tudnak mit csinálni, szóval. Te vagy a legjobb, imádom, hogy ahogy gondolkodsz, ne légy szomorú, úgyis kibékültök. Hát igen, ezt most nem tudom, még ha legjobban szeretném se leplezni, tehát, hogy most tényleg szomorú vagyok. Objektívan látod a dolgokat, köszönöm szépen. Majd megnyugszik. Hát reméljük. Lehet, hogy a barátja mondta, hogy tiltson le. Nem tudom. Hát elég szomorú, hogyha ilyen pincsés már ugrik és csinálja. Engem is letiltott, mert kb. Egy Facebook csoportba kitették, hogy terhes vagy dagat. Az a röhely, hogy kurva régóta ismerem, és örülne, hogy szóltam neki, hogy na, ez az! Hogy akkor téged ezért letiltott. Jó, de nem tudom, hogy mennyire voltatok barátok, vagy valami, de hát látod. Azt mondom, hogy már csoportokban is erről beszéltek, hogy terhes, most nem tudom, hogy is ezzel mi újat mondtam. Nem hiszem, hogy újat mondtam, meg kirakott egy képet, ahol tökre látszik. Szerintem szard le, mert tudhatná, hogy nem gondoltad komolyan. Ki találta ki ezt a hülyeséget, hogy Reninek ikrei lesznek? Most nem azért, de ezt kitalálta ki? Vagy ezt mondja? Ja, azért, mert úgy írta, hogy várjuk a gyermekeinket, nem, de biztos egy tizet hord a szíve alatt. Mi történt? Majd mindjárt elmondom az elejétől kezdve, hogy mindenki megértse, mert én nem tudom, hogy még ebből, tehát hogyha a sztorikat láttátok esetleg, vagy nem tudom, akkor abból azért szerintem össze lehet rakni, de ha nem, akkor nagyon szívesen áll.